Megnyerte a Borussia Dortmundot és az angol másodosztályt is. Fiatalon tett nyilatkozatai miatt pedig felkapta az internet népe, másfél éve azonban nem sokat hallani Bojner Bálintról. A 29 éves csatárnak azóta csapata sincs, legutóbb a Dortmund második gárdájában játszott. Jelenleg Budapesten él, otthonából mesélt Skype-on keresztül az NSO TV-nek, első videónkban az elmúlt másfél évéről és a jövőbeli terveiről. Mondtad ugye, hogy edzésen voltál, vagy edzeni voltál. Nyomod azért? Persze, hát minden nap edzek, tehát amióta ugye nincsen csapatom, most vagy több mint egy és fél éve. Én, ahogy azt általában lehet látni a közösségi oldalakon, és odafigyelek magamra, tehát komolyan edzek. Úgyhogy most, hogy ugye amióta ez a szituáció van itt, én vagy reggel edzek, vagy ugye este, amikor már ugye nem sok ember van, nem sok emberek vannak az ilyen edzőparkokban, meg a én nekem a legcélszerűbb, legközelebb ugye a Margit-sziget van, általában ott szoktam végezni az edzéseimet, meg természetesen itt. A vírus, amikor itt megjelent, előtte két héttel én még Dél-Afrikában tartózkodtam. Ahogy egyből hallani lehetett ugye, hogy a világban ez betörtént, én egyből hazajöttem Dél-Afrikából, viszont közben jött egy ajánlat Csehországból, ez pont amikor lezárták Csehországba a határokat, előtte 5 nappal kaptam ajánlatot a Pribramtól, cseh első osztály. Én kimentem, Pribramba voltam, és meg is egyeztünk, lejátszották a hétvégi utolsó meccset, ugye, amit engedtek, és én pedig a meccs után hazaérkeztem. Mentem volna vissza keddi napon, ugye, hogy aláírjak, és kedden pedig szerdán már szerdára a viradóra már zárták a határokat. Végül is hát én úgy gondolom, a cseh első osztály amúgy egy elég jó bajnokság, tehát azért az európai legjobb 12-15 bajnokságában benne van, ha jól tudom, tehát nekem nagyon jó lett volna, de sajnos ez most nem sikerült. Folyamatosan kapcsolatban állunk a Prib, hogy mi lesz, hogy lesz, de hát ugye úgy, ahogy minden klubnál, minden országban kilátástalan a helyzet egyelőre, hogy tudjuk, vagy miképp tudjuk megmondani. Én edzettem is velük egy-két napot, mert szerettek ugye megnézni, hiszen ugye mindenkinek felvetődik a kérdés, hogy miért hagytam ki ennyit, miért nincsen csapatom, látták, hogy ugye fit vagyok, minden rendben van, nyilván meccshiányom van, tehát az azért, de szerintem azt vissza lehet hozni elég hamar, és ők tudtak volna használni egyből, ugye azt mondom a végén, ugye kiesés ellen küzdenek, tehát ők nekik nagyon fontos lett volna ilyen erőcsatár, úgyhogy de hát kíváncsian várom, hogy mi lesz. Igen, gondolom ez attól is függ, hogy akkor ők anyagilag is hogy tudják átvészelni ezt az egészet. Így van, bár nem mondom neked az őszintét, tehát mi úgy tárgyaltunk, hogy nekem abszolút nem az anyagiak, jó bajnokság, és ugye a szezon végéig szólt volna, ugye, mert ugye hogy attól függ, hogy ugye benn maradnak, vagy kiesnek, tehát nem mondom az őszintén, itt megegyezni, nekünk körülbelül egy órába tartott. És ugye említetted most te is, hogy kíváncsiak voltak rá, hogy miért nincs csapatod már egy ideje, mi is kíváncsiak vagyunk rá, ugye lehetett tavaly nyáron olvasni holland másodosztályt, idén olvastam, hogy januárban dél-afrikai csapatokat emlegettél, hogy próbálkozol, végülis miért nem lett egyikből se semmi? Erről tudok egy kicsit bővebben beszélni. Ugye az egész ott indult, hogy a Ricardo Monizzal lett volna tavaly, ugye lehetett volna szerződéskötést az Excelsiorral, viszont mindenben megjegyeztük és rendben volt minden, de egy probléma volt, hogy én ugye velük edzettem több mint egy hetet. Egy műfűn edzenek, és műfűn van a meccsek is. És nem mondom a teljes igazságot, egy hét után nekem olyan fájdalmaim voltak a műfűn miatt, hogy én hát 103 kiló vagyok, ugye elég magas is, 196 centi, és nekem nem bírta se a derekam, fájtak a lábaim, tehát nagyon, nagyon, nagyon rosszul viseltem, és abban úgy egyeztünk meg, nyilván ő nem örült ennek, de mivel ugye régóta jobban vagyunk, így elfogadta, hogy annak nem láttam értelmét, hogy engem úgy vesz oda, hogy lehet tudok játszani egy meccset, kettőt kihagyok, tehát inkább akkor úgy egyeztünk meg, hogy én megyek tovább és próbálok. Más lehetőséget közben jött Dél-Afrikából is megkeresés, az Orlando Pirates és a Kaiser Chiefs-től. A Kaiser Chiefs-en 4 hónapot edzettem, ugye német edzőjük van az Ernst Middendorf, ő elég jól ismeri a Dortmund időszakból, és én edzettem 4 hónapot a Kaiser Chiefs-el,
és játszottam már edzőmeccseken is, viszont egyetlen egy probléma van Dél-Afrikában, hogy 5 főre van a légiós szabály, és most nyáron érkezik el oda az Orlando Pirates és a Kaiser Chiefs is, hogy tudjon igazolni. Úgyhogy úgy szintén most várnom kell, hogy ugye mi fog történni, mikor fejeződik be a bajnokság, mikor indul az új, és akkor ugye tudnék. Bár, megmondom őszintén, személy szerint én most úgy vagyok vele, hogy ez most nekem is átírja úgymond az én elképzelésemet a jövővel kapcsolatosan. Most úgy vagyok vele, hogy attól sem zárkozni kell feltétlenül, hogyha itthon folytatnám. Volt időm azért az elmúlt egy évben nézni magyar meccseket, és nagyon sokat fejlődött a futball is, meg ugyan mellette minden, tehát ha olyan opció lenne, akkor nagyon szívesen lehet, hogy úgy fog alakulni, hogy itt marad, de hát most egyelőre ebben a pillanatban ugye nehéz megmondani, hogy a jövő, de biztos, hogy előbb vagy utóbb, hogy ugye rendben jön minden, valahol fogok játszani, mert most már nem lehet ugye nyilván nekem se tovább húzni. Nyilván nem biztos, hogy jól döntettem mondjuk így utólag belegondolva a hollandnál, lehet bevállalhattam volna, mint a családom minden tagja azt mondta, hogy menjek bele, vállaljon bele mégis, de úgy voltam vele, hogy attól féltem, hogy lerövidíti lehet a karrieremet 4-5 évvel. Mondjuk úgy alakulna, ha véget ér ez az egész tényleg, hogy akkor Dél-Afrikában is lenne hely légiósnak a csapatban, a csehek is aláírnák veled a szerződést, és akár magyar ajánlat is van, akkor szerinted mit választanál inkább? Ezzel kalkulálni, ez lenne a legjobb dolog, hát, ami történne, hogy több erről. Biztos, hogy nagyon megfontolnám. Szerintem nem lenne nehéz dönteni, mert igazság szerint mind a három jó bajnokság, mindegyének megvan ugye a maga pikantériája. Itthon tudnék bizonyítani, például, hogy annó ugye a Klopp nem tévedett velem se, és ugye ég bennem azért a bizonyítási vágy. Annó Pakson, a Haraszti úrral nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom, nagyon jó volt Pakson, azt azért hozzáteszem, tehát, hogy ha ez ilyen hasonló jó dolog, mert egy nagyon korrekt klub, egy nagyon komoly vezetőséggel, tehát itthon is meg lenne ennek a jó oldala, Dél-Afrikában is, Dél-Afrikában ugye például a Kaiser Chiefsnél 50-60-70 ezre járnak meccsre, az is egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, a cseh bajnokság meg ugye a szakmai szempontból, hiszen egy erős jobb bajnokságról beszélünk, ugye majdnem elitligának mondhatjuk szerintem. És az neked lehet még cél egyébként korábbi korosztályos válogatottként, hogy ha sikerül most valóval igazolnod, hogy akár ez is a szemed előtt lebeghet, hogy bejátsz magad egyszer a válogatottba? Így van, természetesen nekem ez a szemem előtt, sőt, ez mai napig ugye én ezt szeretném is megvalósítani, szerintem meg is fogom tudni, ugye ezért is valahogy 29 éves vagyok, de abszolút nem mondtam, mert hát nagyon sok példát láttunk, ugye, hogy futballisták 30 fölött kerülnek olyan periódusba, hogy jobbat produkálnak, mint mondjuk 23-tól 30-ig, és ugye 30 után pedig beindul nekik a futball újra. Tehát én ugyanígy vagyok vele, hogy szerintem, főleg ahogy ugye most mondhatom azt, hogy ma magamra nézek, akkor azt mondom, hogy fú, hát még van 10 évem is, tehát ugye az ember ugye úgy ér és úgy figyel magára, akkor ugye az egészség is, ugye a sérülések is ugye elmaradnak. Tehát abszolút a válogatott a szemem előtt van, hogy nyilván ha olyan igazolásba tudok menni, hogy jó helyre is, akár itthon, akár külföldön, nyilván teljesíteni kell, mint csatár, meg kell lőni azt a bizonyos mennyiségű gólt, és akkor egyből szerintem ott lehet a lehetőség. És azt azért tudjuk, hogy nem kellenek ehhez fél évek, tehát elég egy jó 3-4 hónap egy futballistának, és ugye mindjárt megváltozik minden, csak ugye hát tenni kell érte, úgyhogy ez abszolút motivált vagyok ilyen tényleg.